Ha fehérvári nyár, akkor Fezen Fesztivál. Szerdától egészen vasárnapig tart a programsorozat városunkban. Az önfelett szórakozás közben azonban legfőképpen vigyáznunk kell magunkra, figyelnünk kell egymásra és az értékeinkre. Kérésünkre Vörös Ferencné a lezredes bűnmegelőzési osztályvezető osztotta meg velünk a legalapvetőbb intelmeket. Egy fesztiválra nem feltétlenül kell égszerekkel megérkezni, ezt hagyjuk erre az időszakra ott, hiszen a tömegben ott lögdösödés van, nagyon könnyen ezt letépik Anyagból, vagy éppen a karláncot, és abban a tömegben lehetetlenség nyomon követni, hogy ki az, aki eltulajdonította. Azokat az értékeket hagyjuk otthon, amire igazándiból egy ilyen rendezvényen nincs szükség. Annyi pénzt vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges. Farzsebbe olyan helyen tárolni, tartani pénzt, kártyát nem célszerű. A fezen ideje alatt a kempingezőket idén a Field helyett a bregyóvárja, azonban a sátrazás is rejtegethet veszélyeket, már ami az értéktárgyainkat illeti. Ne vigyünk magunkkal olyan értéket, és a sátorba is. Vannak olyan sátrak, amiket le lehet zárni, de azért ez sem, tehát nem védi meg az ottani értékeket. Ne vigyünk ilyen helyre, én azt gondolom, és ha nincs, akkor nincs mit elvenni, és nincs mit eltulajdonítani. A rendőrség munkatársai Székesfehérvár egész területén a legtöbb közösségi programon, így a fesztiválokon is járőröznek egyenruhában vagy civilben, ezzel segítve elő azt, hogy minden rendben történjen. Amennyiben bűncselekményt észlelünk, vagy veszélyben érezzük magunkat, bátran hívjuk a 112-es telefonszámot, és ami a legfontosabb, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra.